Szavaztok! Ismét egy első prototípus fogunk bemutatni a fiúkkal, Norbival és Attilával. Szavaztok! Szavaztok! Sziasztok! Milyen láncfűrész fogunk most bemutatni? Szerintem azt is mondhatjuk, hogy a világon először, ugye? Igen. Na, akkor világon, melyik típusú láncfűrész? Oreomak. GS371. GS371. Na, lássuk! Mit kell tudni erről a 371-esről? Egy teljesen új gép. Hobbi. Norbi? Igazából át lett tervezve a teljes külső. A 370-esé, ugye? A 370-esé. A 370-esről mit tudtam mondani, mert azt azért mondjuk, tegyük hozzá, hogy te azt használod elég intenzíven, ugye? Igen. Nekem, tehát arra, amire én használom, most nem erdőkiirtásról van szó, meg évi 10 köbméter fa összevágásról, egy ideális otthoni hobbi fűrésznek tartom. Tehát gajazni, némi tüzelőt összevágni, teljesen jó. Ugye akkor, hogyha az elődjéről beszélünk egy kicsit, akkor azt hozzá kell tenni, hogy az a Oreomaknak a második legkisebb gépe, a 350-es után a 370-es, itt van előttem egy katalógus, 370-es, kérlek szépen 2,2 lóerő. Ugye? Igen, és 35,2 köbcentire. Most itt van a képen is mellette, ott van az utódja, GS371-es, ez egy picit meg van izmosítva, 2,4 lóerőre, de gyakorlatilag a gép az teljesen ugyanaz maradt, a felépítmény. Bizonyos dolgok lettek rajta modernizálva, vagy úgymond átalakítva, áttervezve. A design az első, ami szembe tűnik, igaz? Arról mi a véleménye? Nekem bejön egyébként ez a kockás design. Kicsit ilyen modernebb. Modernebb, jobb pofább. Kipufogó elsőre, ugye, ami lényeges. Kipufogó. Levágjuk róla. Levágjuk, mert nagyon megvédték ezt a... Nagyon. Ami betétes markolata van neki. Mondjuk a vastagsága maradt ugyanaz. Igen. Neked ugye ez mindig hátrányt jelent, mert te faragsz a gépekkel, de általánosságú elmondható... Nagy a keze azért, egyik igen. Nem. Általánosságú elmondható, hogy ez a fajta markolat, ez teljesen kényelmes a ház körüli munkára. Hát azért a dobozban már beszivárgott némi por, mert itt a szomszédban faragott a Norbi. Menjünk rajta sorba végig. Tehát ugye a 370-eshez képest, ami változott, az például az, hogy itt a tankban van egy üzemanyagszint jelző, kis nyílásocska. Kupakok ugyanazok maradtak, ami azért érdekes, mert ugye arról elhíresült az Oreomaknak ez a kupakja, hogy nehezen lehet nyitni kézzel, mert annyira rászívja magát, tehát annyira jól tömít. De ennek van egy nyitja, hogy ad ide légy szíves a gyertyakulcsodat. Ennek az a lényeg, fog meg a gépet légy szíves, mert egy kézzel tartom, hogy ezt teljesen bele kell fektetni. Gyertyakulcsot és így kell lazítani. És akkor nincsen soha probléma. Tehát valójában meg kell szokni ezt. Meg szerintem nem kell visszahúzni kulcsot, hanem csak elég kézzel. Igen. De a lényeg az, hogy akkor nem kell feszegetni, meg nem kell tekergetni, meg nem kell, mit tudom én, különböző megoldásokkal erőltetni. Na jó, tehát ez az erről egyik. Nekem mondjuk az a véleményem, egy párszor már kinyitottam. Igen. De nem kellett még gyertyakulcs hozzá. Igen. Jó, most figyelj, abból indulj ki, hogy most nem mindenki, tehát a ház körüli munkáknál nem mindenkinek kényelmes. Tehát azért vannak kitalálva ezek a könnyített, ezek a bajonettzáras nyitások, mert a legtöbb ember kényelmes alapvetően. Figyelj, ez a markolat, a hátsó markolatnak a kialakítása változott, sokkal jobb fogása lett neki szerintem, sokkal jobban tenyérbe áll még nekem is, pedig nekem kisebb. Van valami betét itt, hogy nem tudom, az a fekete. Fordítsuk, én ez csak ilyen design betét. Lehet, hogy ez, de más anyag is egy kicsit, mint ugye, amit beszéltünk még. Itt van ez a kombi kapcsoló. Ezt légy szíves, nézd meg te, mert erről te is tudsz nyilatkozni. Milyen a régihez képest? Ugye az elve ugyanaz volt ennek is. Az elve az ugyanaz, szerintem könnyebb, meg jobban érzi. Az állásod. Nagyobb, mintha nagyobb utat jár be. Jobban akad, most nekem nyilván furcsa, mert az enyémek azok már nagyon ki vannak koffa, de hogyha azt nézem, akkor még így is, hogy az újítás sokkal könnyebb. A pumpa is egyébként jobban kézre áll. Igen. Nekem, amit én mondjuk észreveszek, a fogása az mindenképpen jó. Azt tetszik jó. Neked is, igaz? Ami érdekes még, itt ez a berántó oldali dekni, ez egy tényleg egy gyönyörűen kialakított nagy dekni. A berántó szerkezet az szerintem ugyanaz lehet, mint az elődjébe. Az indítás erre azt mondják, hogy ez könnyített indítású, húzd meg létszes azt, hogy az könnyített indítás. A könnyített indítás az azt jelenti, hogy nem rángatni kell, hanem egyszer meghúzod, és akkor van benne egy plusz rúg, ami felhúzza magát, és ő fejti ki a... Most így, ahogy mondjuk belelátok, valamit ott változtattak, az biztos. Hát eleve akkor a könnyített indítás miatt valószínűleg. Szerintem a kipufogón is változtattak. A kipufogót azt változtattak, azt beszéltük, mert ugye
rozsdamentes kipufogó jelent meg. Az utóbbi időben az oleumoknál rozsdamentes kipufogók terjednek el az új modelleken. Ez már be volt üzemelve, legalább egyszer-kétszer be lett indítva, mert már elkezdett kékülni. De vágva még nem volt vele, az biztos. Az biztos, szerintem. Ugye ezen is a 370-eshez képes nagy röng támasz van. Akkor nagyjából hasonlít a 440-esnek. Igen, a 440-esnek ugyanez a mélysejt szerkezet, az úgy nézem, az maradt. Mélysejt szerkezet, az megvan. Szerintem ugyan, egyébként maga a ház, meg a technikai felépítmény az valószínűleg ugyanaz. Azt beszéltük, hogy ez a masszív, jól elkattanó fék, ez megmaradt az oleóvá. A légszűrő ház, az a változatlan, ez az old school, kézzel tekerhető rendszer maradt. Tehát nem kell szám. Igen, igényel némi megszokást, mert sok, hosszú a menet, hosszú a rúdja. És a helyére játékba van egy kis csízió, téli-nyári üzemmód, ugye ez a nagy légszűrő felület, légszűrési felület, ezt beszéltük a múltkor is, ezt gyere fogom meg a kamerát, hát ha most sikerül, hogy én a régi modelleknél mindig azt szoktam csinálni, hogy ezt a betétet nem ide játszom rá, és úgy a fedőt, hanem ezt ide bele, belepiszkálom. Múltkor nem jött össze, úgy. Múltkor nem jött össze, és azt akarom most megpróbálni, hogy összejön-e. Mert itt mi nekünk először a gyertya nem engedi, így kell rájátszani. Ez lesz a megoldás szerintem, hogy nem. De így kell rájátszani. Uh-huh. Jó, hát ezek a dolgok egy kicsit összekopnak, sokkal könnyebb lesz. Alapvetően csinos ez a gép, én azt is merném mondani. Attila, most jön a terészer, mert hogy le kell venni a deknit, mert fölrakjuk a szerelékét. Ezen egy 3-8-os pikó lánccal elrendezett Oregon vezető és lánc van. Csavarok, azok az elveszítés gátlóval vannak ellátva. Ugye ez a Husqvarna modelleknél jelent meg, ugye az hiszem először. Annyival másabb, hogy ott fémmel van megoldva. Itt nekem egy picit ez ilyen picit, túl egyszerűsítettnek tűnik, de hogyha a funkcióját ellátja és ez tartósan itt tud maradni ez a műanyag, akkor talán még hasznos is lesz. Mert nézd meg, ez tényleg itt van a dekni. Próbálom imitálni, hogy ez csak norul. Ez innen le nem esik. Majd a visszajátszásban leszek kíváncsi, hogy ez hogy fog sikerülni. Ugye ez külső kuplungos. Figyelj! Szerintem az olajpumpa rész az, mintha más lenne. Nem, maradt. Csak? Maradt? Ugyanaz? Ez ugyanaz. Ja, jó. Ugye ezzel nem állítható olajpumpa van. Mélysejt szerkezet itt is van. Tehát itt látszik, hogy ez már egyszer be lett indítva, mert olajok már ide köpte. Hát igazából... Na most erre a részre vagyok kíváncsi, hogy ez mennyire praktikus. Ugye külső láncfeszítés van. Ki szeretnél majd próbálni, Norbi? Hát te, hogy erőben mit tud, igazából kíváncsi lennék rá. Tehát, hogy hozzá azt az erőtöbletet, amit ígértek papíron? Mert elméletileg ugye... Úgy van, gyere, nézd a segítség. A 410-nek alapvetően erőből át tudja menni. Igen, oké, tehát nézzük át. Ez majdnem a 410-nek az erejét tudja. Igen. Elméletileg a mert ez 2,5 lóerős, ez 2,4-re lett felizmosítva. Azért, tehát... A 2,2-ről. Tehát itt van a legnagyobb teljesítmény növekedés, majdnem 10%-ot emeltek a teljesítményt. Én a régi 410-es nagyon szeretem, és nagyon-nagyon sokat is használom. Ugye azon vannak alapvetően a kicsi lapok. De itt már azt néztem, hogy itt már olyan erőtöblet van, hogy akár ezeket a vékony láncokat, lapokat már igazából tönkre teszi. Tehát kíváncsi vagyok rá, hogy ez a 370-es igazából hol áll a régi 410-eshez képest. Vagyis 371, bocsánat. Na jó, mindjárt figyelj, föl lesz tankolva, és akkor válunk is vele, jó? Fel van tankolva a gépecske. Hadőgépecske. Hány erőre fog indulni, mit tippesz? 4. Negyedik le te? 6. Könnyített indítás. Én 5-öt mondok akkor. Csak mondom. Ugye primer... megjegyzem. Igen, primer pumpával szépen megpumpálja Norbi. Jól megcímisztettek. Figyelj, én nekem tudom mi az érzésem, hogy az elsőre böffelni fog. Nem. Kettő. Azt van a tényleg, az igen. Hagyjuk bemelegedni. Az egy két percet hagyjuk bemelegedni, percet, és akkor utána válunk. Oh.
Na, milyen véleményed? Erősebb, mint a 370-es? Mindenképpen. Azt érezni, nem? Mindenképpen, nyilván ez egy teljesen nyers gép. Ez én szerintem fogja tudni. Jobban fog csak menni. Ja. Tudod, mi az, ami nekem feltűnt? Tudni fogja azt, mint egy picit jobban fütyülne, mint a 370-es, ugye? Védő szemüveg. Igen. Vágás biztos védőket. Vágás biztos. Rikó. Sokkal mélyebb hangja van szerintem. Gyerekek, én azt gondolom, hogy ez a modell, ez hozza tőle elvárt dolgokat. Tehát ez tényleg egy új kép. Kényelmesebb, mint a régi szerintem. Legyen azt veszem észre, tényleg itt a papírforma, amit odaírtak, én azt veszem észre, hogy ez a 0,2 lóerő teljesítmény különbség, ez nem csak marketing fogás, hanem ez ténylegesen ott van. Gyerekek, az olajónak most lett egy nagyon jó belépő szint utáni gépe. Igen. Mert a belépő a 350-es. Na gyerekek, hogyha a 350-es is megújítja az Oleo, akkor lesz hoddával. Hát, hogy ezt nem fogja, ugye, mert... Hát ugye, mivel megújul az összes hobbi fűrész, ezért... Lehetséges. Lehet, hogy az is kap majd egy új verziót. Az na jó. Is, ez nagyon jó. Hát fiúk, akkor szerényen mondjuk azt, hogy a világon elsőként mutattuk be? Igen. Így van. Gyere be a képbe, te is légy szíves, Ati. És akkor köszönjük el a nézőktől. Világ először bemutatva. GS 371. 371-es. Sziasztok! Szavaztok!